8 emberrel végzett egy fegyveres csütörtök késő este az Egyesült Államok beli Indianapolisban. 5 embert kórházba kellett szállítani, egy közülük kritikus állapotban van. A lövöldözés a FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat egyik telephelyén, a város repülőterének közelében történt. Az elkövető önmagával is végzett, személyéről egyelőre még keveset tudni. Egy szemtanú szerint a férfi kiáltozott, és valamilyen géppisztoly vagy automata fegyver volt nála. Joe Biden amerikai elnök április elején jelentett be egy új intézkedéscsomagot, ami szigorítana a fegyvertartás szabályain az országban.